A járványügyi helyzet miatt hosszú idő óta először szerveztek sajtótájékoztatót a Városházán, ahol dr. Kovács Ferenc az elmúlt időszak fejlesztéseiről, a folyamatban lévő beruházásokról és a tervekről adott tájékoztatást. A pandémia ellenére sem állt meg az élet Nyíregyházán, a helyi gazdaság életét pedig egy több mint 1,4 milliárd forintos kormányzati támogatás is segíti ebben a nehéz időszakban. A beruházások egyik fontos része a közlekedési infrastruktúra évek óta tartó folyamatos fejlesztése. Jelenleg folyamatban van egy 5 milliárd forintos útfelújítási program első szakasza. Várhatóan iskolakezdésre befejeződnek a munkálatok a 18 érintett szakaszon. A földutak aszfaltozása mellett a már meglévő utak felújítása is komoly része a programnak. Vannak olyan területek, amik hát ugye a Korányi, vagy a Bocskai, vagy a Vasvári pár utca nagyon rá. Most jön majd három, a három S-betűs, a Széchenyi, a Szent István és a Szarvas utca, ahol rengetegen közlekednek, tehát nagyon fontos, hogy ne legyünk egysikúak, egyoldalúak. Következő kiemelt nagyon fontos terület, és én azt látom, hogy ez már a város mindennapi közlekedésén is pozitívan jelentkezik, és erre nagyon nagy szükség volt, mert ha megnézzük, hogy az utóbbi 5 évben hány új személygépkocsit helyeztek forgalomba, 10 000-es nagyságrend van. Ezért volt szükség arra a 13 új körforgalomra, ami megépült Nyíregyházán, illetve a három csomópont fejlesztésre. Jelenleg is zajlik a Kálói út, Tünde utca körforgalom kialakítása, illetve a Tiszavasvári úti felüljáró felújítása. Hamarosan elkezdődhet a Kótai út, Stadion utca kereszteződésében is a körforgalom kiépítése, erre is régóta nagy volt már az igény. Megvalósulhat a Nagykörút bezárása, ami szintén együtt jár majd csomópont fejlesztésekkel. A tervek szerint az 1,2 km hosszú, jelenleg kétszer egysávos déli szakaszt kétszer kétsávossá bővítik. A beruházáson belül 5 jelzőlámpás csomópont is épül a tervek szerint. Egy összehangolt, számtalan elemből álló turisztikai fejlesztési csomag már évek óta zajlik Nyíregyházán, ezekre a beruházásokra nagy szükség van, mivel egyre látogatottabb a város. Ezt jelzi az is, hogy bár a koronavírus járvány miatt a vendégészaka számok minden városban csökkentek az országban, az átlaghoz képest Nyíregyházán jóval kisebb volt a visszaesés mértéke. Nemrég adtuk át az Indiaházat, ami egy újabb turisztikai attrakció az állatparkban, de már megindult a jégkorszak, ami Európában egyedülálló, nincs jégkorszak egy állatkertben sem. Ez egy nagyon komoly beruházás, összességében több mint 10 milliárd lesz, most 6,67 milliárd az első ütem, ami már megkezdődött, folyamatban van, és hát ugye a gyógyhelyre nyertünk pályázaton a közterületi részre, mert egy gyógyhely nem lehet sétány nélkül. Azt reméljük, hogy itt sok ezer ember lesz, és nem csak a főszezonban, a főszezont is szeretnénk kitolni. Ez sétány kell, látványosság kell, megmondjuk, mosdók is kellenek, tehát három olyat is építünk. A sóstói terület rendbe rakása méltó módon történhet meg a felújításnak köszönhetően, a munka már ezen a helyszínen elkezdődött. Nemrégiben számoltunk be arról a jó hírről, hogy ez a projekt plusz forrást kapott a kormánytól, így már több mint 1,4 milliárd forintból gazdálkodik. A felújítás a nyíregyháziak számára is építi Sóstót, illetve az idegenforgalomra is jó hatással lesz. Egyedi szökőkút, park, zene, pavilon, termelői piactér, bicikli kölcsönző és trambulinpark, ez csak néhány eleme a beruházásnak. Szintén Sóstón a múzeum faluban 3 hektáros területen alakítanak ki egy mesekert elnevezésű szabadidős élményparkot, és a tervek között szerepel a Tuzson János botanikus kert fejlesztése is. Az elmúlt időszakban létrejött a belvárosi kulturális negyed, ami számtalan lehetőséget kínál a városba érkezőknek. A megújult Bencz úr besenyei terek környékén felújították a Kálai házat, elkészült a színbád, a jövőben megvalósulhat a József András múzeum turisztikai célú fejlesztése. Mind a verseny, mind a szabadidősport infrastruktúra fejlesztése is nagy hangsúlyt kapott Nyíregyházán. Legújabb eredmény a városi uszoda, amit most már mindenki használhat, nem csak a versenyzők, sportolók. Az atlétikai centrum befejeződött, ott a használatvételengedélyt is megkaptuk, még eszközbeszerzések történnek a következő hetekben, de ez júliusra az is teljes körben befejeződik.
És már hozzákezdtünk az elmúlt évben a teniszcentrum fejlesztési programjának a kidolgozásához. Azt remélem, hogy az első ütemre való fejlesztés következőjében elindult, az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása meg már az idén megtörténhet. A stadion fejlesztése is megkezdődhet. Magyarország kormánya támogatásával a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében valósul meg a Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény korszerűsítése. A beruházásnak köszönhetően egy minimum 8000 fő néző befogadó képességű stadionja lesz a városnak, valamint különböző szabadidős és sportcélú fejlesztések is a tervek között szerepelnek. A felsorolt, illetve további beruházásokról részletesebben a csütörtöki Nyíregyháza Most című műsorban láthatnak egy összefoglalót.